Szervusztok, köszöntelek benneteket ismét a csatornámon. Ezúttal a YouTube statisztikai jellemzős videónk harmadik epizódjához érkeztünk el, amikor egy picit a bevételi statisztikákba szeretnék beleásni. Természetesen megint a saját adataimon keresztül, tehát így most egy picit a saját bevételi adataimba is beleleshettek. Kíváncsiak vagytok, akkor tartsatok velem! Szervusztok, szeretettel köszöntelek titeket ismét a csatornámon. Hogyha a rövid kis felvezetőt meghallgattátok, illetve az előző két YouTube statisztikás videómat nyomon követtétek, akkor már tudhatjátok is, ezúttal a harmadik befejező részhez érkeztünk el, amikor a statisztikai felületemen a YouTube bevételi jelentéseket fogjuk egy picit áttekinteni, analizálgatni. Itt a bevételi összegeken túl azért egyéb adatokat is megtudhatunk, úgyhogy úgy gondolom, hogy mindenképpen érdemes ezt egy picit áttanulmányozni, megfigyelni. És én akkor most megint a saját csatorna adataimon keresztül fogom tudni ezt bemutatni, így egy kis betekintést nyerhettek abba is, vagy legalábbis egészen konkrétan ennek az adott videócsatornámnak a bevételi jelentéseibe. Na nézzünk is bele ezekbe az adatokba. Ahogy pedig tényleg most már többször ígérgettem, ismét a YouTube Studio megtekintésével, átelemzésével a bevételi jelentéseket fogjuk megnézni. Sajnos most is csak állított helyzetben fogom tudni használni a képernyőt. Ismét belemegyünk az analitikákba, vagyis az elemzésbe. Azon belül most akkor a bevétel fület fogjuk alaposabban megnézni. Na! Bevételjelentésnek rögtön az első eleme a becsült bevételed. Sokakat leginkább ez az elem fog izgatni. Hát ez már ugye a végkövetkeztetés, hogy adott forgalommal, adott videókkal, adott kattintással, megtekintéssel milyen bevételt sikerült elérni. Ez szintén a szokásos módon heti, havi, negyedéves, éves vagy élettartamra vonatkozó, illetve egyes hónapokra, lebontott időszakokra tekinthető meg. Hát mivel nekem most nem olyan régen, néhány hónapja kapcsolták csak vissza a bevételszerzést a csatornámon, ezért mondhatni, az én bevételi jelentéseimben lesz egy jellegzetes törés. Tehát tulajdonképpen nagyságrendileg az utóbbi évek bevételét, az utóbbi 90 nap bevételet nagyjából le is fedezi. Na, mindegy, nem szaporítom a szót. Itt láthatóak az egyes bevételi jelentéseim, például negyedévre, 90 napra levetítve. Ebből az látszik, hogy nálam átlagosan olyan, hát olyan fél és egyharmad között dollárban kifejezve, bocsánat, fél és egyharmad dollár között mozogtak az értékek a legtöbb esetben. Hogyha megnézzük, ezek a kis görbék, egyes csúcsok mindig egy-egy napra vonatkozó értéket jelentenek. Hogy egy picit azért áttekinthetőbb legyen, nézzük meg mondjuk a legutóbbi 28 napot. Ezt már mondtam múltkor, nekem itt visszaesés történt egy picit a csatornámon az ünnepeket követően. Itt lehet látni, hogy a legutóbbi 28 napra nálam 9,11 dollár az eddig elszámolt bevételi összegem, ebből még egy nap jelentése éppen hiányzik is, de mondjuk egy lezárt időszakot meg tudunk nézni. Januárra például 10,41 dollár volt a bevétel erre a csatornámra, ugye, mert azért ez most konkrétan ennek az egy csatornának a bevételi jelentését tudja így kimutatni. Decemberre 13,69 dollár volt, novemberre 12,55 dollár, és az október az nálam egy csonka hónap volt, itt látszik is, ott a bekapcsolástól nagyjából október 10-től kezdődően 7,34 dollárra futotta a bevételi eredményem, tehát durván ezzel a csatornával így a visszakapcsolás óta nagyságrendileg, tehát olyan 3-4, inkább 4500 forint körüli bevételeket tudok generálni, legalábbis forintban kifejezve. Na, hát akit esetleg ez az érték érdekel, az ezt is megtudhatta. Szerintem nincsen benne nagy ördöngőség. Annyit azért elmondanék, hogy itt most ugye egy adott egyetlen csatornáról beszélünk, illetve hát ugye én beszéltem korábbi videómban arról, hogy a bevételeket, a Google AdSense-en keresztül belvehető bevételeket nem kizárólag a YouTube bevétel generálhatja, hanem weboldalas reklám megjelenések is. Nem titok, hogy én ezzel is foglalkozom, tehát ebből ez a csatorna bevétel, ez pusztán egy kis részletet tesz csak ki, de ha ez érdekel titeket, akkor most megnézhetitek ennek az egy adott csatornának a bevételi számait. Na, viszont további következtetések véget. Bevételszerzésre alkalmas lejátszások becsült száma a következő mutatónk. Ez most azért érdekes, mert korábban az első áttekintő statisztikában több megközelítésből is mutattam a megtekintések számát. Az ugye nálam nagyságrendileg darabra egy olyan 1000 körüli, rosszabb időben napi 800 megtekintés körüli videó megtekintést jelentett ezen a csatornámon. Ezt akkor ki is elemeztük, viszont a bevételszerzés szempontjából csak azok a videó megtekintések kerülnek latba, amiken bevételszerzési lehetőség is van, illetve így reklám megjelenítés van. Na, hát az rögtön lefeleződik, hogy milyen okai lehetnek, hogy a többi videón nincsen bevételszerzés, illetve reklám megjelenítés. Annak számos oka lehet, például harmadik féltől származó tartalom, jogdíjas zene, vagy olyan, amire a YouTube nem engedélyez reklámot tenni, például a 18 pluszos tartalmak, szóval nálam igen nagy mértékben van nézettség olyan videókra, amin nincsen bevételszerzés, és elsősorban ez a bizonyos 18 pluszos videóm eredményezi ezt, illetve abból több is van. Na, hát ez csatorna szinten nálam annyit tesz, hogy a megtekintéseimnek csak a fele bevételszerzős videó megtekintés, és ez gyönyörűen látszik is ezen a grafikonon. Ez napi szinten már nem 800 és 1000 közötti, hanem mondjuk 400 és esetleg 500 közötti megtekintéseket jelent. Tehát tulajdonképpen a bevételszerző videó megtekintéseim száma napi szinten már nem 1000-hez, hanem mondjuk 400-hoz, 500-hoz tart. Na, itt vannak a szokásos leosztások, éves szinten, hát olyan nagyon nagy kilengéseket ez az érték nem is mutat, körülbelül 400-600 között mozognak így a megtekintések, élettartam szinten lehet majd inkább jobban látni, hát ez bizony nagyon szépen elkülönül, látszik a videócsatornám előélete, amikor csak úgy tengtek-lengtek megtekintések, reklámbevételek, mi egymás, majd jött az a bizonyos lekapcsolási időszak, amikor a YouTube bizony új feltételeket írt ki a partnerprogramba való csatlakozáshoz, és amikor én ennek megfeleltem, visszakerültem a partnerprogramba, addigra egy egész jól felkészült csatornával tudtam várni a hirdetéses megtekintéseket, aminek az eredményeképpen igen magasra ment fel az az alapnézettségem, ami hát reklámos videókra irányul, ez itt látszik a grafikon végén. Na, ennek még lesz jelentősége a bevételszerzésre alkalmas lejátszások vagy megtekintések számának. Következő pontunk a tranzakciók. Na, itt nálam nincsen adat, és nem is lesz élettartam szinten sem, de azért megmutatom. Erről van szó. Én azt hiszem, hogy a SuperChat-ből, illetve az ott működtethető matricákból származó bevétel, illetve leginkább azt hiszem még a fizetős csatornák esetében élő bevétel, ami ide kerül, azokat itt külön szerepelteti a YouTube. Na, ilyenem nekem nincsen, úgyhogy ezért ez nálam egy üres mező. De akinél van, az nyilván tanulmányozza csak. Hirdetés típusok. Szintén a szokásos bármilyen lebontásban, mondjuk én ezt átváltom egy 90 naposra, hogy picit több adatunk legyen esetleg. Ezek a bizonyos hirdetéstípusok, én ezt az adatot Azért nem nézegetem olyan borzasztóan, mert nálam alapból, vagy legalábbis még nem variáltam át, minden videómon, minden hirdetés típus be van kapcsolva, ezért nekem ez olyat nem fog mondani, hogy erre vagy arra érdemesebb átváltanom, megadom az esélyt a megjelenésekre minden formában, aztán majd a YouTube eldönti, hogy adott videómra mit tud elhelyezni, milyen formátumban. Ebből az átugorható hirdetések, videóhirdetések, aukciós értékesítéssel ez a legmagasabb arány, több mint 50%-ban ebből származik a hirdetésbevételem. Ezt követi 22%-kal a vizuális hirdetések, szintén aukció jelleggel, majd a rövid hirdetések, azok 21,3%-kal, majd a nem átugorható videóhirdetések, hát ez biztos, hogy nem átugorható, igen, ez is aukció jelleggel, úgyhogy meg lehet őket nézni, lehet vele logikázgatni, próbálkozgatni, aki válogatni szeretne közöttük, én bekapcsoltam mindent, tehát ezzel nálam nincs nagy variáció. Következő érdekességünk, legnagyobb bevételt generáló videók. Hát igen, ez az a számadat, ami megmutatja, hogy tulajdonképpen melyik az a videód, ami a legnagyobb bevételt hozta, de tulajdonképpen olyan nagyon meglepő adatokat nem fog ahhoz képest generálni, hogy melyik videód a legnépszerűbb, illetve nézési idő szerint, hogyha 10 perc fölötti videókról beszélünk, melyiknek a legnagyobb a nézési ideje. Hát ez nálam ki is adódik, disznós témájú videók, illetve rövidebb megnézési idővel, mert önmagában 1 perc alatti videóról beszélünk, de nagyobb kattintás számmal, vagy nagyobb ismétlés számmal, verses videók, most a felkapott Sobert Norbi féle videó, ez most utolsó 28 napra vetített statisztika. Szerintem itt akkora jelentősége nem lesz számotokra, hogy nálam melyik videó miért vezet jobban, vagy akár éves szinten, vagy akár élettartam szinten, tessék, akkor nézzük így. Már is átfogóbb, igen, természetesen megint a disznóvágós témák vezetnek. Itt most megint konkrétan erről az egy csatornáról beszélünk, ugye ebben rangsorolja a videókat az eddigi bevételszerzések szerint. Úgyhogy lehet tanulmányozni, lehet rá nyilván építeni, hogy melyik a legerősebb bevételt szerző videód, de túl nagy meglepetést nem fog okozni, hogyha abból indulsz ki, hogy melyik a legnépszerűbb videód a csatornádon, vagy nézési idő szempontjából, melyiket nézik a leghosszabb ideig, legtöbbet a nézőid, egészen néhány kiugrástól nyilván eltekintve egészen nagy párhuzamot fog mutatni egymással ez a két adat. Na, és még a végére egy nagyon lényeges adat, amiről már esett szó, de akkor ezt most tudnám inkább a gyakorlatban bemutatni, és arra a kérdésre, hogy mennyit lehet keresni a videóimmal, azért nem szoktunk tudni konkrét értékeket mondani, és akkor itt összeáll majd a hirdetéssel terhelt videó megtekintési száma is ezzel a mutatóval. Mindjárt bemutatom, hogy miről van szó. Ez nem más, mint a CPM érték. Na, kattintsunk is bele. Szintén a szokásos időszakok leosztása nekem alapból 28 napos időszakot mutat, erre kiértékelhető mennyiségben pusztán Magyarországról tudott értéket mutatni. Ez jelenleg Magyarországra az én adataim szerint az elmúlt 28 napban 1,2 dollár a CPM érték. Mi ez a CPM érték? Ez azon videók megtekintését alapul véve, amiben elhelyezhető, illetve elhelyezésre került hirdetés, tehát a hirdetéses videók, és ezért mondtam, hogy itt bizony különbség van az átlagos videó megtekintéseim között, és a hirdetés elhelyezett videóim között, mert az már rögtön csak fele akkora napi nézettséget mutat. Tehát ezekből a videókból kiindulva az 1000 ilyen hirdetéses videó megtekintésekre eső bevétel értéke, ez a CPM. Ez azt jelenti, hogy ha 1000 videót néznek meg, 1000 olyan videót, amin hirdetés van, abból mekkora bevételet származik. Ez egy átlagos érték, mozgó érték, de olyan túl nagy kiugrásokat nem mutat, tehát van realitása annak, hogy ez 1,2 dollár körül van. Picit nagyobb is szokott ez lenni, de nagyjából ez jelenti azt, hogy körülbelül 1000 videó megtekintés után nagyságrendileg egy 100-150 forint bevétele keletkezik az embernek, vagy legalábbis az én csatornámon ilyen érték szokott kijönni. Hát ez hogy lehetséges? Azért, mert nálam 1000 megtekintésből valójában csak 500 lesz az, ami hirdetéssel terhelt, és erre az 500 videóra kell számolni az 1,2 dollárt, ami durván, hát nem tudom, 350 forintot jelenthet, és hogyha ezt leosztjuk, akkor 1000 videó megtekintésre már is kijön, hogy körülbelül egy olyan 150 forintos bevétel keletkezik 1000 darab videó megtekintésnél, 1000 darab hirdetéses videó megtekintésnél már viszont nyilván körülbelül a duplája, tehát nagyságrendileg 300 forinttal lehet beszélni Magyarországról. Na, mindent összefoglalva, hogy értsétek, tételezzük föl, hogy minden videótokon van hirdetés, tehát nem kell kieső videókkal számolni, amik csak úgy vannak, és esetleg a népszerűséget hozzák a csatornádnak, meg jó esetben a továbbkattintásokat, esetleg jól eltalált témával a feliratkozásokat. Szóval tegyük föl, hogy minden videót hirdetéses. 1000 darab ilyen hirdetéses videó megtekintése után fogsz jelenleg átlagosan 1,2 dollárt, hát nagyjából 360 forintot jelenlegi árfolyamon kapni. Nyilván, hogyha naponta több ezer megjelenésed van, akkor többször 360 forint jön ki arra az adott napra. Mondom, ez egy mozgóérték, és akkor most mindjárt megnézzük a nagyobb időintervallumot is. Itt most Magyarországról beszéltünk, mert azért az engem követő videósoknak a túlnyomó többsége magyar nyelven videózik, és ilyen módon magyar megtekintőik vannak. Ez a Magyarország, ez nem azt jelenti, hogy a te videócsatornád van Magyarországon feltöltve, hanem a célközönségedet, mert a célközönséged országában ilyen értéke van a hirdetéseknek. Na, most akkor tovább kattintok, nézzünk egy 90 napos időszakot, és már is megjelenik két másik ország, ahol viszonylag középen helyezkedik el Magyarország. Na, erre mondtam, itt már 1,23 dollárt mutat negyedéves bontásban, és ez azt jelenti, hogy ugye akkor 1,23 dollár jön 1000 hirdetéses videó megtekintésed után nagy átlagban, és itt helyezkedik el mögöttünk most ebben az időszakban lesorolva, leosztva Románia, ahol csak 1,17 dollár ez az érték, míg Szlovákia bizony megelőzi Magyarországot, és ott már is 1,61 dollárral lehet számolni. Na, itt jön ki az, hogy arról szoktunk beszélni, hogy Magyarország a legutolsók között kullog, és bizony volt már olyan statisztikai időszakom, amikor ez a két érték felcserélődött, és Magyarországon gyengébb CPM érték, ez az 1,23 és társai dollár, tehát gyengébb CPM érték szerepelt, mint aktuálisan éppen Romániából érkező megtekintés esetén. Tehát nyilván a közeli országok között lehet ingadozás, megcserélődhetnek. Ez egy változó érték, de nagyságrendileg elég hülyen tükrözi a valóságot. És akkor én már is egy nagyobb időszakra kattintok. 365 nap, na itt még ugyanezek fognak kijönni. Élettartam szintű listázásra, és itt bizony már látható, hogy azért nálam is előfordulnak máshonnan is megtekintések, és akkor itt jön az, hogy honnan származnak a megtekintések, ezt az előző videómban láthattuk és tárgyaltuk, hogy azért ennek jelentősége van a bevétel szempontjából, mert itt látható Ukrajna is, Románia is itt egész gyenge értékeket kapott élettartam szinten, viszont Németország több mint 7 dolláros CPM-mel rendelkezik. Ez egy őrületes különbséget jelent a magyar bevételhez képest. Ez azt jelenti, hogy míg egy átlagos hónapban mondjuk Magyarországról keresel 4-5 ezer forintot egy adott hónapban a videócsatornáddal, mondjuk ez nálam ezzel a csatornával egy egész reális érték, addig, hogyha ugyanazok a megtekintések egy átlagos időszakban, átlagos értékekben Németországból érkeztek volna, mert német közönséget sikerül vele megcéloznunk, akkor az már nagyságrendileg 30-35 ezer forintos havi bevételt is eredményezhetett volna. Azért ez már őrületes differencia, mert az egyik a magyar értékkel számolva, ugye az csak egy gyűjtögetés jellegű érték, amiből hónapról hónapra szépen apránként majd összegyűlik az az érték, ami egyszer kifizetést generál, ugye jelenleg Magyarországra 20 ezer forintos kifizetési minimum van, míg azért ez a 30-35 ezer forintos havi bevétel lényegében le is garantálja a havi kifizetésedet. Na, ezzel ezt szerettem volna megmutatni, hogy van abban a ráció, amikor azt mondják a videósok, hogy ők nem Magyarországra szánják a videójukat, hanem esetleg rögtön angolul videóznak, vagy feliratozzák a videójukat, mert bizony nagyon komoly bevétel differenciákat lehet elérni, nem csak többletközönséget, de még a külső országon kívülről érkező közönség által egy sokkal magasabb bevételi rátát is el lehet ezzel érni. Tehát ez volt a CPM érték, ami tulajdonképpen egy válasz arra a kérdésre, hogy mennyit is keresnek a YouTube-osok. Hogyha ismered a megtekintési számait az illető videósnak, és ne a videóinak a megtekintését, az egyes videók megtekintését nézzed meg, hogy az utolsó videóit hányan látták, csak 100-an vagy csak 1000-en, ez a kutyát nem érdekli, mert csatorna szinten kell nézni, lehet, hogy az utolsó 100 videóját összesen 50-en nézték meg, na erre mondjuk én vagyok pont az élő példa, akinek a friss videói nem kapnak frissiben soha nézettséget, hanem inkább egy sokkal hosszabb idő eltelte után, viszont több éves videóim között vannak olyanok, amit akár napi szinten 1000-en is megnéznek, tehát abból nem lehet kiindulni, hogy frissen vagy az utolsó videóknak milyen nézettsége van, de ha ismered a videói nézettségét, leginkább a bevételszerzésre alkalmas videói nézettségét, akkor abból CPM-ekkel meg kikövetkeztetve, hogy melyik országból nézik, már össze tudod kombinálni a bevételi értékeit is. Hát ennyit szerettem volna megmutatni a bevételi adatok által, statisztikákon keresztül. Köszönöm, hogy velem tartottatok ebben a videóban is. Remélem, hogy a száraz számadatokon, bevételi tényezőkön túl egy kis érdekességet is tudtam csepegtetni számotokra, illetve rámutatni a YouTube bevételi statisztikák, meg bármilyen egyéb YouTube statisztikák előnyeire, hasznosságaira, és ezek által a saját esetetekben is fogjátok tudni mindezt hasznosítani, felhasználni a továbbiakban, az előnyötökre és a csatornátok fejlesztésére fogjátok tudni a hallottakat fordítani. Köszönöm, hogy velem voltatok, tartsatok velem legközelebb is. Szervusztok!